eljön majd az ideje, haza lesz az odale, lakásunk örök fele. Lépjünk addig egyet-kettőt, göndörödő bárányfelhőt. Lépjünk addig hármat, négyet, füvekkel záporzó rétet. Lépjünk addig négyet, ötöt, ha talpunkba belekötött civakodón a talaj. Porból lettünk, tanítja a Biblia. Na de miből lett a por? Kérdezi rögtön a tudomány. Ha az ősrobbanásról nem is, a talajról mindenképpen sokat megtudunk majd a mai multiverzumból, kezdve a Föld mélyéből feltörő energiával, egészen az ősi építési technológiákig. És akkor még mindig csak a felszínt kapargatjuk. Ásókat elő, lássuk, mit rejt a talaj. A Sashegy gyomrában. Kalandozás a Szeizmológiai Obszervatóriumban. Mindent a kéznek. Új idegpályát fedeztek fel az ELTE kutatói. Víz alatti bányák nyomában. Kivételes kutatórobot a Miskolci Egyetemről. Amíg én ma a Magyar Szalmaépítők Egyesületénél épületbiológiai kérdéseket kutatok, addig Koltai Bori a Turai geotermikus hőerőmű munkáját ismeri meg. Műsorunk kíváncsi és mindig online, úgyhogy keressenek minket az interneten is. Látogassanak el a mediaclick.hu weboldalra, vagy kattintsanak az M5 hivatalos Facebook oldalára. Ötleteiket, javaslataikat a multiverzum@mtva.hu e-mail címre várjuk. Ha kimondom azt a szót, hogy épületbiológia, akkor én leginkább egy ilyen szuszogó élőházra asszociálok, ami nyilvánvalóan a fantáziám játéka. Igen, nem jársz messze tőle, az épületbiológia az ember és az épített környezetének az egymásra hatásával foglalkozik. A WHO is elismerte 1984-ben hivatalosan a beteg épület szindrómát. Azok az anyagok, amiket beépítünk az épületeinkbe, illetve használati tárgyak, azok bizony beteggé tehetnek bennünket, enyhébb esetben alvászavar, fáradékonyság, ingerlékenység, kiütések, allergia, aszma, de súlyosabb esetben akár rákkeltő anyagokkal is körbevesszük magunkat, és bizony sajnos súlyos tünetei is lehetnek ezeknek. Illetve az, hogy azok az építőanyagok, amiket a II. Világháború után elkezdtünk használni, milyen hatással vannak, veszélyes hulladékként végzik-e, újrahasznosíthatóak-e, mennyi vegyi anyag került bele, vagy éppen ellenkezőleg a természetes építőanyagokat használjuk-e. Én valahogy úgy látom, hogy az emberiség mindig visszatér egy korábbi tudáshoz. Az egyik ilyen újra felfedezett anyagunk az a vályog. Igen, ugye a legrégebbi, egyik legrégebbi építőanyagunk a vályog. Nagyon sok olyan emeletes épületet lehet találni, ami több ezer éves, akár hogyha a jemeni vályogpalotákra gondolunk, de a cikkurát, a templomokat, sőt a kínai nagyfalnak is egy részét először vályogból építették meg, illetve Magyarországon közel 600 ezer vályogház található meg. Miért van az, hogy az emberekben azért van egyfajta tartózkodás, hogyha kimondjuk azt, hogy vályogház? Régebben a vályogházak sokkal egyszerűbb technológiával épültek, illetve ahogy megváltoztak az igények is elkezdtek belenyúlni, kicserélték az ablakokat, esetleg hőszigetelték, nem megfelelő anyagokat használtak. Úgy azért leromlott a vályogházaknak is az állaga, és sokak szemébe ez lehet egy félsz, de hogyha ezt már az elejétől gondosan, tudatosan megfelelő vízszigeteléssel, alappal ellátjuk, akkor egy nagyon-nagyon tartós épületet és jó klímájú épületet kapunk. Mennyit változott ez az építési mód, és milyen új technológiák kapcsolódtak a vályog Nagyon-nagyon sokat változott. Akár előre gyártott vályog falakat is készítenek már, amivel gyorsan lehet időjárástól függetlenül, és Nyugat-Európában számos olyan példa van, hogy több ezer négyzetméteres irodaházakat építenek vályog falakkal. Milyen jótékony hatásokkal bír a vályog a mi egészségünkre? Van egy természetes páraszabályozó tulajdonsága, ami azt jelenti, hogy ami keletkezik a belső térbe pára, azt ő képes fölvenni, eltárolni és leadni. Ezáltal egy állandóan egészséges páratartalmat biztosít bent, ez egyébként egy 45-55% közötti relatív páratartalom. Akkor ez az én szuszogóházam, ez mégse volt olyan butaság. Igen, itt jövünk vissza a szuszogóházhoz. Antisztatikus a felülete, sokkal kevesebb a szálló finompor az otthonokba. Emellett képes az elektroszmogot is egy picit árnyékolni, tehát egy számos olyan jó tulajdonsága van, ami miatt a belső terekbe az egyik legkiválóbb építőanyag, azt kell mondjam.
Még egy ilyen aszályos nyáron is, mint amilyen az idei volt, jóval nagyobb terméshozamot lehetne elérni akkor, hogyha a gazdák felhagynának a talajforgatásos földműveléssel. De hogy ez miért van így, az dr. Dobos Endre talajtani gyors talpalójából mindjárt kiderül. Sötét, világos, humuszos vagy éppen savas. A mezőgazdaság legfontosabb energiaforrása a talaj. Ahhoz, hogy többet megtudjunk róla, nem elég a felszín közelében kapirgálni, mélyebbre kell ásni. Az a növény, ami a 0-30-ra teszi az élete minden lapját, az valószínűleg ki fog száradni. Persze a gyökértömeg nagy része ott van, de az a gyökértömeg, ami nyáron dolgozik, az lemegy 100-150 centig az esetek jelentős részébe, és ahhoz, hogy a gazda értse, hogy a növény mit mutat fent, ahhoz neki tudnia kell, hogy miből táplálkozik onnan lent. Ezt a sokféleséget próbálja a talajtan leírni, melynek része a talajszelvény vizsgálata. Azaz ásnak egy nagy gödröt, és így test közelből láthatják az adott terület talajának összetételét, szerkezetét. Mindig egy nagyon fontos folyamatot jeleznek. Mutatják, hogy mikor jár ott a víz, mennyi ideig van jelen a víz, merre felé halad a víz, lentről felfelé, vagy fentről lefelé, tehát mivel kell a gazdának számolnia. Ilyenkor derül ki általában, hogy a korábban homogénnek hitt tábla valójában nagyon eltérő fizikával, kémiával, vízgazdálkodással rendelkezik. Precíziós gazdálkodásnál a gépek már navigálnak, tudják, hogy hol vannak a táblán, és ha tudom, hogy alatta mi van, milyen adottságok vannak, előre be tudom állítani azokat az összefüggéseket, hogy a talajnak vagy a táblának a gyengébb talajtani adottságokkal rendelkező foltján nem 80 000-es, csak 65 000-es tőszámot vet, mert úgy sem fog kikelni, mert a tápanyag utánpótlása nem lesz jó, de így tudom optimalizálni, nem dobom ki a pénzt az ablakon, és mégis tudok termést hozni belőle. A szelvényezés után írásban rögzítik az eredményeket, azt a teljes összefüggésrendszert, ami az ő adott táblájára vonatkozik és hasznos lehet. Például, hogy a rendkívül fontos függőleges gyökércsatornák megtartása érdekében forgatásos helyett lazításos művelést folytasson. Gyakorlatilag összeteszem, vagy megrajzolom a gazdának azt a változatosságot, amit a természet adott neki, és amihez neki a technológiában alkalmazkodni kell. Ezek a vizsgálatok azért is hasznosak, mert hazánk az egyik legváltozatosabb talajviszonyokkal rendelkező ország egész Európában. Ássunk mélyebbre! Bár túl sokat nem is kell ahhoz, hogy termálvizet találjunk. Magyarországon éppen ezért nagyon szerencsés használni a geotermikus hőt, hiszen a talajhoz viszonylag közel már is meleg vízre bukkanhatunk. Koltai Bori is talált, és még csak ásnia sem kellett érte. Nyírkos forgatás ez a mai, körülöttünk minden vizes, talaj fölött és alatt is, mert hogy a mai főszereplőnk a termálvíz, ami a Pest megyei Túrán az ország első geotermikus erőművét működteti. Egy kicsit mesélj kérlek ennek a komplexumnak a történetéről. 1962-re nyúlik vissza a kezdete, akkor egy szénhidrogén kutató fúrásnak az eredményeként termálvizet találtak. Egy befektetői konzorcium üvegházakat szeretett volna építeni, és ezért 2011-ben fúrt egy másik termelőkutat. Ott viszont már 98 Celsius fokos vizet találtak, és elkezdtek gondolkozni azon, hogy a tudatos, fenntartható felhasználás miatt egy másik visszasajtoló kutat is fúrnak, ott 125 Celsius fokos vizet találtak. Ekkor jött az a gondolkodásban történő paradigmaváltás, hogy a villamosenergia termelésnek a lehetőségét is meg kell vizsgálni, és Magyarország első geotermikus erőműve 2018. január 1-je óta kereskedelmi üzemben értékesíti a villamosenergiát. Kivéve most, mert hogy jelenleg éppen felújítás zajlik. Így igaz. Teljesítménynövelés az három szegmensből áll. Az egyik az az új kút, egy nagyobb teljesítményű emellett kút. Emellett állunk most. Itt állunk most. Itt állunk most mellette. A másik az a hűtési kapacitásnak a növelése, a harmadik pedig maga a energiaátalakító egységeknek, a pici kis turbina egységeknek a cseréje. Én nagyon-nagyon bízom abba, hogy 3 hét múlva ez a berendezés ez vonalra adja általunk is megálmodott 2 megawattos teljesítményt. Ez a kút milyen mély? Mit kell róla tudni? Ez a kút, ez egy 1800 méter tartmélységű kút. Van benne gyakorlatilag egy szivattyú. És akkor a szivattyúk segítségével? A szivattyú segítségével. A víz. Így van, igen. Ezen a csőszakaszon elindul.
útjának a következő állomása. Mi történik itt pontosan? Ez kötelező jelleggel a geotermális rendszerekben elhelyezendő szeparátor. A termálvizeket mindig kíséri valamilyen mennyiségű gáz. A mi esetünkben ez széndioxid, amit ki kell választani ebből a vízből. Ennek gyakorlatilag az a jelentősége, hogy később a benne lévő széndioxid ne okozzon olyan lerakódásokat, korróziós folyamatokat, ami a cső élettartamát esetleg csökkenteni. Innen merre megy tovább a víz? Innen már az erőmű irányába halad tovább, és gyakorlatilag átadja a hőjét az ott lévő munkaközegnek. Mi is innen folytatjuk, és hogyha minden igaz, akkor Gábor a vezérlőközpontba is elvisz majd engem. Maradjunk még a föld alatt. A Miskolci Egyetemen kifejlesztettek egy olyan robotot, amely képes a nyersanyagok és fémek felkutatására, valamint a föld alatti bányák feltérképezésére. Mindez pedig víz alatti környezetben. 90 kilós ellipszis alakú döntéseket hoz, és akár több száz méter mélyen is tud kutatni víz alatti környezetben. A világszenzációnak számító robotot 2016 óta fejlesztik a Miskolci Egyetemen. Egy nagyon pici robot a búvárrobotok között, ő egy 60 centi, 70 centi átmérőjű közelgömb, hogy elférjen ezekben a régi bányavágatokban, víz alatti tárókban. Önmagának kell építeni egy térképet, és mindig tudnia, hogy hol van azon a térképen, tehát ezt hívják SLAM navigációnak. Magát a robotot a Portói Egyetem kutatói alkották meg, így a nem mindennapi eszköz jelenleg is ott található. Miskolcon a környezetérzékeléséhez szükséges technikát alkották meg a kutatócsoport tagjai. Vízparamétert vér, vízmintát vér, az ásványokat próbálja azonosítani a falon, mágneses mérőegység van rajta, gamma mérőegység van rajta, tehát földtudományi szakembereknek tud sokkal több információt visszahozni, mint bármelyik egyéb robot eddig. Ezen a maketten is jól látható az a 6 kamera és a hozzátartozó fényforrások, amik a tájékozódást segíti. Emellett 8 motor hajtja és 4 különböző szonár segíti a rossz látási viszonyok közötti képalkotást és navigációt. Rengeteg szenzor, szonár és miniatűrizálási kihívás volt. Elértünk addig, hogy idén-nyáron az első önálló drót nélküli autonóm tesztelésein is átment. Jelenleg 500 méteres vízmélység a hatótávolsága, ezért a jelenleg is tartó fejlesztés egyik célja, hogy ezt másfél kilométerre kitolják. Mindemellett rekordokat is döntenek a segítségével, nemrég éppen Csehországban. Egy barlangot tovább kutatni, nem csak tovább kutatni, hanem főleg felmérni. Eddig 404 méter volt, és ő volt a világ legmélyebb víz alatti barlangja. Tovább térképeztük 450 méterrel, világrekordot döntve. Környezetvédelmi problémák esetén, bányaszerencsétlenségek során továbbá régészeti feltárások alkalmával is bevethető, mivel ennyire sokoldalú, a fejlesztés mellett már egy magyar cég segítségével a piaci értékesítésén is dolgoznak. Mennyi karbantartást igényel számotokra mondjuk ez a ház? Hát egy jól megépített szalmaháznak nincsen nagy karbantartási igénye, mert ugye mi most már ebben a modern anyaghasználatban mi nem mézfestéket, hanem mézvakolatot teszünk a falra, és az sokkal jobban ellenáll a nedvességnek, tehát nekünk most már nem kell. Tehát nem beszéltek minden tavasszal. Pontosan. És ha van most már egy modern vasbeton alapja az épületnek, az épület ki van emelve, tehát a csapóeső nem éri a szalmabálafalat, és szárazon tudjuk tartani az épületet, akkor nem igényel több gondozást, karbantartást, mint egy normál épület. Ezek az anyagok, amik itt vannak előttünk, ezekről nem sokan gondolnák szerintem rajtad kívül, hogy ezek építőanyagok, már pedig azok.
Kezdjük a legalapvetőbb anyaggal. Ez egy agyagdarab, ezt úgy termelték ki egy agyagbányában. Ebből készítjük azt a fehér vakolatot, ami az utolsó külső rétege, a sminkje lesz az épületünknek. Megjelent egy új termék a piacon, ez a szalmapaplan, ami azért egy nagyon szép és jó termék, mert ugye az alapanyaga a szalma az nagy mennyiségben áll rendelkezésre. Itt is van egy minimális gyártási energia, tehát ezt is be kell rakni egy gépbe, de csak annyi, hogy összetömörítik a szalmát, és aztán szépen elvarják. Ti vagytok a Magyar Szalmaépítők Egyesülete is. Azok, akik esetleg most szeretnének belefogni egy ilyen építkezésbe, azoknak hogyan tudtok segíteni? Az Egyesületnek fontos célja az, hogy népszerűsítse ezt a fajta építésmódot. Műhelymunkákat szervezünk, ahol a szalmát és a vályoghoz kapcsolódó ismeretanyagot, tudásanyagot osztjuk meg, adjuk át. Itt helyben csak az épületet mutatjuk meg, azt az érzetet, hogy milyen itt lenni, hogy milyen szerkezeti elemek vannak. Épülő szalmabála házakon szoktuk bemutatni, és ott szoktunk műhelymunkát tartani. Ha már a természetes építőanyagoknál tartunk, akkor a vályogtapasztás után haladjunk tovább a taktilis élmények mentén. Az ELTE kutatói egy új idegpályát fedeztek fel, amely az érintés információinak feldolgozásában játszik nagy szerepet. Vajon mi történik egy nőstény állat szervezetében, amikor a kölykét gondozza? Biológiailag nyomon követhető és kimutatható-e az anyai ösztön? Erre irányult az ELTE Biológiai Intézetének egyik kutatása, amelyben az anyaállatoknál vizsgálták az ingerület átvívő anyagot, és arra az eredményre jutottak, hogy a neuropeptideknek szerepe van az utódgondozásban. A következő lépésben az azonos nemű fajtársak közötti szociális viselkedés agyi mechanizmusaira voltak kíváncsiak. Hogyha összereztünk két patkányt egy nyílt térben, akkor ők elkezdik felfedezni egymást, szagolgatják egymást, elkezdik kergetni egymást, és nekik is van egy olyan viselkedése, amik egyébként hát a majmokban igazán jellemző, ez a kurkászásszerű viselkedés. A legfontosabb eredmény az volt, hogy azonosítottak egy olyan területet az agyban, ami akkor aktiválódik, ha a két állat fizikai kontaktusba kerül. Kifejezetten, amikor fizikai kontaktus létesült közöttük, az a viselkedés elem, aminek a mennyisége lecsökkent akkor, ha ezeket a sejteket gátoltuk. Ellenben, ha ezeket a sejteket egy másik kísérletben serkentettük, akkor megnövekedett az az idő, amit ők egymás tapintásával töltöttek. Ebben a kísérletben például azt vizsgálták, hogy a patkány, aki amúgy szociális állat, mennyire akar kapcsolatot létesíteni. Az egyik állatot zárt ketrecbe tették, míg a másik szabadon vándorolhatott. Azt az időt mérték, amit a szabad patkány a társa körül és az üres ketrec körül töltött. Itt direkt fizikai kontaktus a rács miatt nem jöhetett létre. Ebben a berendezésben a motivációt mérték. Mégsem aktiválódott ez az agyterület. Tehát ez utalt arra, hogy ennek bizony a direkt fizikai kontaktussal járó szociális társas interakciókban van szerepe. Amikor az érintés megtörténik, akkor a bőrben levő különféle receptortípusok beviszik először az információt a gerincvelőbe, ahonnan a talamuszba jut, onnan pedig a többi agyterület felé. Azonban az a pálya, amit a kutatók meghatároztak, egy másik talamikus mag, a hipotalamusz nevű agyterületre is vetül, amiből arra következtetnek, hogy annak is szerepe van a szociális viselkedésben. Az emberi viselkedést nagyobb mértékben határozza meg a nagy agykéreg, mint az állati viselkedést. Kísérleteket természetesen nem végeztünk emberekkel, tehát a pálya funkcionalitása az jelenleg nem bizonyított, de hogyha a pálya jelen van, tehát bizony emberekben is ez a talamo-hipotalamikus pálya aktív lehet, és hát ennek aztán szerepe van, a hipotalamusz ismert módon hat a hormonális rendszerre, hat a vegetatív idegrendszerre, például a szívfrekvenciát ő tudja meghatározni, olyan dolgok, amik nem feltétlenül tudatosulnak. A kutatásokat szeretnék tovább folytatni emberi vonalon is, ugyanis számos betegség van, ahol a szociális kapcsolatok érintettek, úgy mint a depresszió, a skizofrénia vagy az autizmus. Ez pedig a későbbiekben akár új gyógyszerek fejlesztéséhez is vezethet. Térjünk vissza Turára, és nézzük meg, Bori hogyan igazodik el az erőmű cső rengetegében. E
Elérkezünk az erőműnek ahhoz a pontjához, ahol a termálvíz először csatlakozik az úgynevezett munkaközeggel és átadja a hőjét. Ez ebben a nagy tartályban történik meg, ez egy csöves elgőzölögtető, ahol gyakorlatilag a munkaközeg gáz-halmaz állapotúvá válik. Ezt követően a termálvíz hő kinyerése megtörténik, és két csővezetéken párhuzamosan jut vissza a visszasajtoló kúthoz és a visszasajtoló területre. Tehát innentől, ami a villamos energiatermelést illeti, azt a gáz végzi. Így. Annál a résznél vagyunk, ahol a hőenergiából villamos áram lesz. Na, itt mi micsoda? Megbeszéltük, hogy az elgőzölögtetőből ez a munkaközeg, ami gyakorlatilag a hőt közvetíti, ez a közeg ez túlhevített állapotba kerül, és ezeken a csöveken keresztül jut a két úgynevezett ikercsigás csavarkompresszorhoz, vagy csavarexpanderekhez. Itt történik maga az az energia átalakítás, ahol a nyomás és hőenergiából forgómozgás generálódik, és középre el van helyezve egy generátor, ahol gyakorlatilag kialakul a villamos energia. Ez egy távfelügyeleti erőmű, ami azt jelenti, hogy magát a rendszereket, azokat akár otthonról is lehet felügyelni. Itt van előttünk épp egy áttekintő kép, ami az egész termálvízrendszert mutatja, teljesítménynek a változását, részegységeknek a leállítását, azokat meg lehet csinálni távfelügyeletben, viszont indítani szigorúan csak a helyszínről lehet. Mi most épp a hűtőrendszeri mechanikai próbáknál tartunk, ezt a B jelű ventilátort légy szíves indítsd el. De a hangját még nem halljuk, hát ahhoz közelebb kell menni. Így igaz. Nézzük is meg, hogy mit csináltál. Meg is érkeztünk a 40-es hűtőtoronyhoz. Gyakorlatilag ez az a pont, ahol a hőkörfolyamatban a hőelvonást hajtjuk végre. Vizet juttatunk a munkaközeg csöveinek a felületére, ezzel elvonjuk a hőt, lekondenzáltatjuk, azaz a körfolyamat kezdeti állapotába jut. Azt láttuk, hogy ezerrel zajlanak nálatok a fejlesztések. A geotermikus energiának a lakossági, akár az ipari felhasználásában viszont még rengeteg lehetőség van. Nem mindenhol adott ez a lehetőség, ez a nagy hőmérsékletű termálvíz. Az alacsonyabb hőmérsékletű vizek, például a mezőgazdasági felhasználásban, az üvegházakban, akár zöldség, vagy dísznövénykertészeteknek a fűtésére is alkalmazható lenne. A távhőszolgáltatásban szintén nagyon sok lehetőség van. Ipari parkoknál, főleg a mostani kialakult energia helyzetben, nagy létjogosultsága van a geotermikus energiának a hasznosításában. Nem csak elfürödni kell ezt a termálvizet, hanem más szegmensekben is hasznosítani. Ha mától fogva egyetlen tapottat sem mozdulnék innen, egy év múlva akkor is valamivel több, mint fél centivel arrébb állnék. Ugyanis körülbelül ennyit mozdulnak a Föld tektonikus lemezei, igen, azok, amelyek mentén a földrengések is kialakulnak. Ezek világába nyerhetünk betekintést a Szeizmológiai Obszervatóriumban. Ezek a régi műszereink azért vannak ide kiállítva, mert nagyon látványosak. Ezekben még inga volt található, és ugye papírokra kerültek a szeizmogramok. A mai műszerek pedig ugyanúgy ingával működnek, viszont már digitális jellé alakítják a méréseket. A Kövesligeti Radó Szeizmológiai Obszervatóriumban, a Sashegy gyomrában a műszerek hatalmas betontömbökön állnak, hiszen a jel akkor a legtisztább, ha a berendezés valamilyen szilárd alapkőzeten áll. Budapesten vagyunk, itt nagyon nagy a városi zaj, a közlekedés, és ahhoz, hogy ezek a műszerek jól tudják detektálni a valódi földmozgásokat, az kell, hogy a lehető legkisebb zajjal terheltek legyenek a regisztrátumaink, és itt viszonylag csendes környezetben tudjuk ezeket a földrengéseket monitorozni. Itt éppen az október 2-ai ausztriai földrengés adatait láthatjuk. A műszereink azok a földmozgásnak a vertikális, illetve a horizontális elmozdulását mérik, és minden egyes jel az három komponensből áll. Mi ezekből a jelekből meg tudjuk állapítani, hogy az
adott szeizmológiai állomástól mennyire messze pattant ki ez a földrengés. Ezért minél több állomásunk van, annál pontosabban meg tudjuk határozni a helyét. Hazánkban 41 szeizmológiai állomás dolgozik 24 órás ügyeletben. A szakemberek a földrengések magnitúdójának méretét a Richter skálán adják meg. Kevesen tudják, hogy ez a skála ez logaritmikus. Ez azt jelenti, hogy minden fokozat 32-szeres különbséget jelent energiafelszabadulás tekintetében. Egy 4-es és egy 5-ös magnitúdójú földrengés között 32-szeres az energiakülönbség, viszont egy 4-es és egy 6-os között már 32-szer-32-szeres. Már egy 4,5-es méretű földrengés kipattanásakor nagyjából akkora energia szabadul fel a fészekben, mint egy kisebb atombomba robbanásakor. Minél sekélyebb mélységben van egy földrengésnek a hipocentruma, nyilván annyival közelebb vagyunk a fészekhez, és annál intenzívebben nyilvánul meg. Azt, hogy a lakosság ezt hogyan érzékeli, attól is függ, hogy milyen erős lábakon áll a házunk. Ma már léteznek különböző szabványok, jelen esetünkben az Eurocode szabvány, ami figyelembe veszi hazánk földrengés veszélyeztetettségét. Tehát a ma épülő házak, épületek minden esetben már úgy készültek, hogy az adott területen várható legnagyobb talajgyorsulást azt elviselje. Magyarország földrengés veszélyeztetettségi szempontból átmeneti zónában helyezkedik el. 1763-ban pattant ki az eddigi legnagyobb földrengés, melynek magnitúdója 6,3 volt. Ez volt már a Multiverzum, de tudják, a határa csillagos ég, és mi hétről hétre kíváncsibbak leszünk. Tartsanak tehát velünk a jövő héten is, ugyanebben az időben itt az M5-ön, addig pedig kövessenek minket a mediaclick.hu oldalon. Multiverzum, a tudomány határtalan.